Köszöntöm a nézőinket, mai vendégem az ismerősben, Sát Sándor. Köszöntöm Sanyi bácsi, hát nem tudom, hogy kell -e többet mondanom, vagy van-e ebben a megyében ebben az országban olyan ember, aki önt ne ismerné, hát szerintem vajmi kevesem. Egy biztos, hogy a pingponggal a neve örökre és megmásíthatatlanul összefort. Nagyon sok mindenről lehetne itt most beszélni, ugye rengeteg minden van már önmögött. Hát én nem is tudom, hogy honnan induljunk. Talán az az első kérdés, hogy hogy hogyan jött egyáltalán a sport szeretet? Mivel indult ön, amikor azt mondták önnek először, hogy sport, akkor mi volt az, ami ez kedvet kapott? Mibe rugott, mibe fogott legesleg először? Hát olyan jó volt ez a felvezető szöveg, hogy most nem is tudom, hogy melyik részébe kezdjek bele. Az, hogy mivel és mi kétette fel nekem a sportot, vagy hogy kezdődött a sport. Az én gyerekkoromban nem az volt, mint most, hogy kiválasztás, toborzás, meg egy örültünk, hogyha melaszt kaptunk csokoládé helyett, örültünk, hogyha ronylabdába játszhattunk, és a mezőtlábos bajnokságban vehettünk részt, és különböző ilyen őskori történeteket kéne elmondjak ahhoz, hogy hogy kezdtünk mi. Nem volt más lehetőség, nem volt tévé, nem voltak nemzetközi találkozók, legfeljebb rádión keresztül hallhattuk az aranycsapatot, meg a többieknek az, kiváló, vagy londoni olimpiai eredményet, és a többi. Hát mondjuk akkor az nem előjog, az egy állapot, úgyhogy én ezekre az dolgokra emlékeznék vissza inkább szívesen. A diákkoromban természetesen a nyári időszakokat rendre tolnának a holdulmákba, akkor még a Schaffler úszodába, vagy úszodába, hát kinevezem úszodának, hanem mi szempontunkból az volt, minden porcikájába, a deszka mólójától kezdve a start kövek, start ö, fa bód, izé, tetejére, ott kezdtünk el úszni, vízipolozni később, helyek közöbe is kerültem a csapatba, volt olyan időszak, ez diákkoromban, Pécset jártam egy időben a Piuszba, és, és a nyári színidőben mindig az volt, amikor jöttünk haza a húsvétre, az volt az első, hogy mentünk le a tolnai. Akár még márciusban volt húsvét, akkor márciusban. Mi voltunk az elsők, akik megmártoztunk a Duna Jegébe vagy vizébe. És hát ez így kezdődött, és akkor a baráti körömnek más érdeklődési körével. Akkor elcsábítottak a... Hát kezdetben valóban úgy, ahogy felvezeti, De benne volt ugye a pingpongra. Aztán később ebből asztali tenisz lett, mind a mai napig is. És hát ebbe vettünk részt én először nem mentem, ennek tőlem idegennek tűnt. Nem teszhet így Hihetetlen ma ezt így mondani, de tényleg olyan távolinak tűnik az az állapot, amikor, hogy hát most ez egy olyan sport, ami hát sport vagy nem sport, hát ez a pingpong volt. Ez a művelődési házak, ami ma már úgy mondjuk az üdülőkben játszott, hát így csináltuk, mi a, tolnán, a iparos akkor ilyen volt, hogy polgári kör, iparos ház, építők háza, stb. Ez akkor ilyen, ilyen megosztódása volt ugye a társadalomnak, a munkásokon belül az építők, a polgárok, a köművesek, stb. Szóval most ebben nem mennék bele minden esetre. És ez tónán így alakulgatott ki, és amikor nyáron vagy tavasszal, túlsvétkor, és hát ez így kezdődött. Aztán volt még egy olyan életemnek, egy olyan szakasz, amikor úszodába vízipolóvacs, és hát húztam is, hát nem a világszinten, és nem verrasztom meg egyebekről kell gondolkodni. Hát dél tudom mondjuk, ami ebbe az úszás nembe, akkor még így volt, hogy mellúszás, akkor is volt. Csak akkor lehetett pillangozni is mellette. Tehát ha elfáradtál a pillangóba, akkor áttértél mellúszásra. Aztán volt egy két vagy három év, amikor nem vertek meg. hogy kialakulgatott az ember, az győzni akadása jobbra, nagyobbra Tehát törekvés. Elköteleződött a sport irány. Hát, ez nem mondhatnám, hogy elköteleződött, véremmé fertőződtem. Egyre jobban. És akkor és hogyan, hogyan ment az asztali tenész felé az irány? Ez... Tehát mikor jött el az, amikor érezte, hogy na ez lesz az? Nem éreztem én az soha. Hogy ez lesz az. Volt egy ilyen iskolai rendezvény, és akkor elindultunk ilyen bajnokságok. Ez Tolna Ez Tolnán Ezt holnán, igen. Hát ez még az általános iskola, iskolán meg az időszakára tevődik vissza, és akkor rendezték az úttörő versenyeket, úttörő olimpia, pincehelyi, meg különböző játékosokkal, gyerekekkel találkoztunk össze, és hát mi is összejöttünk. Egy, mit nem mondjak, olyan száz méteres közben laktunk a Pálinkás, a Link felé, a a vidalaci, mind ott laktunk egy közelben, és akkor úgy kialakítottunk magunk között egy csapatot, és akkor rendületlenül jártunk naponta az iskolai összetolható, meg szétnyitható terem volt a tolnai Katolikus Általános Iskolának a szuterinjában volt ez még. Mai napig nem tudom, hogy ez még nyitható, vagy összehúzható, tehát átalakított, oda mentünk játszani, az később átmentünk különböző helyekre sőt, még a Mözsi Kultúrházba is kiáltunk, de nem Mözsi napokra, akkor éjszakai játékra volt egy végnevezető fiú. Este fölültem a Tolnán a Festetics utcába laktunk, felültem a kerékpárra, azt ének idején jöttem vissza, azért szüleim megengedték, és akkor ott játszottunk a művelődéssel, szóval akár hiszed, akár nem, most sokszor éjfélig. Aha. Hát reggel megmentem iskolába, és akkor szóval ez ment tovább, akkor... És a sikerek? Tehát ezeken a versenyeken? Öh, igen, hát többé kevés bégen. többé kevés igen, vagy egyénibe, vagy csapatba, felváltva ki, ki, nyert többet, számszerűségében ki van ez dolgozó, le van dokumentálva, de ezzel nem is volt lényege. Ezzel nem értünk el mi, hogy nem mondjam, ez, ez nem a hazai élvonal, sőt, még a középmezőnyét se értük akkor el de nagyon szerettünk. És akkor úgy szépen összeálltunk később, hogy idősödtünk, akkor egy csapatot alakított ki. Milyen ez. már az általános is? Hát igen, igen. Hát aztán akkor ide. már különböző kiki, hova került, szexáda a keribe, mm. vagy a jetszeterre, kiki merre került, de azért úgy összeverültünk mindig a mérkőzésekre, koronvári, még a luszka doktor, az áldott jó ember volt, és azt mind a mai napig is csak köszönetet tartozok, rengeteget segített nekem későbbiekbe de hát a csata, az asztalnál az csata volt. Itt kint tolnán a művelődési, textiles művelődési házban, ott is éjfélig játszottunk. Ezt mindig tétre, nem úgy csak úgy simán, mindig 5 forint, vagy 1 forint, vagy 50 fillér, át akkoriban más egységek voltak. Nyert sokszor? Hát legtöbbször a Józsi bácsi nyer. A nagy eseményeknél előfordult, hogy egyszer-egyszer megcsíptük őt, akkor az mindig más hullámokat vertek a dolgok, hogy ki viszi el a serleget, ki nem. És akkor MB2-be került a csapat, stb. És akkor egyszer elmentem, később akkor már dolgoztam, mert az alapszakmám ugye a textil könnyiparban kaptam a különböző képzettséget, mit tudom, a felsőfokú, etc. a végzettsége de szövőiparnál kezdtem, ugye könnyűipar, akkor átkerültem a konfekció területére, ott anyagáruforgalmi forgalmi lettem, vagy voltam. Bekerültem rengeteg ilyen divat bemutatót, meg egyéb ilyen kapcsolataim révén sikerült olyan lehetőségeket teremteni a cégnek. Az ország egyik legnagyobb cége volt ez a konfekcióüzem. Na, szumásom már nem, akkor így részt vettünk ilyen textiles bajnokságban, szépen lassan lépkedtünk előre. És akkor így alakulgatott ki, hogy az eljártam versenyekre és nézni. megtetszett, megtetszett. és arra gondoltam, hogy ezt mit is lehetne továbbfejleszteni. De nem volt célirányos annyiból, hogy most én tudatosan miért választottam a nőjét, már lettem, mit csinálok, ami öreg fiú jelleggel, most ha visszagondolok, jó lehet, mi évesek voltunk, vagy 20 évesek, hanem akkor a leányvonalra, még néztem egy ilyen úttól, akkor is voltak, Már, vagy még sokáig, hát most is vannak csak más, a nevediák, kupák, meg különböző ilyen versenyeket rendez a tónom, egy a szövetség is, melynek tagja vagyok, és elmentem egy versenyre, szexádon, hát de jöttem is, kinéztem egy kislány, nagyon megtetszett, hogy ebből lehetne valamit csinálni. Ez, ez többre képes, ez úgy tűnt a szemembe. Semmi szakértem, ez egy ilyen alenatúros meg. É, igen, ráéreztem. Na, de hát itt volt a nagy tévedésem egyik, amit be kell, hogy valljak. <laughs> Erikának hívták, egy bogyiszlai kislány, a Diófási Erikáról van szó, hát ő most már biztos anyuka többszörös. És gondoltam, hogy mondtam neki, hogy jöjjön át tolná, az. Úgynevezett... Volt már, mert nem valami? Vagy csak nem, ő akkor elműtött, volt? Hogy vele volt, edzeni? volt, mit csináltuk? Uh -huh. a fiúk mit csináltuk? Uh -huh. és akkor néhány lányt, a Bánerzsi, a Verlinklár uh -huh. orv... ilyen. alakult. Már. Orvosok, tanárok ma már, de hát akkor még kislányok voltak, és volt egy-kettő, aki oda járogatott, és akkor mondtam neki, gyere át, erős. Feltűnt egy izgő, mozgó kislány, és minek után egyszer láttam, és egy hetekkel későbbi találkozás után én elkezdtem Erika így, Erika úgy mondani. Hát most be kell, hogy valljam mint a nagy szűk körbe, hogy hát ez az Erika nem Erika volt, hanem Ildikó, és nem Diófási Erika volt, hanem Bolvári Ildikó. Egy teljesen véletlenül össze és akkor egy hét után azt mondja ez a kislány nekem, Sanyi bácsi, engem nem Erikának hívnak, engem Bolvári Ildikó a nevem. És akkor jött a Józsi barátom, akivel együtt úsztunk vízilabdát, és azt mondja, hát ez az én lányom. Hát nem, nem ismerted meg, mondom, feltűnt az a, az a nagy motorikus igénye, és az a nagyon jó gömbérzék, ez a ritmus, hát itt kezdődött aztán. Hát az akkor már ment, mint a golyó. És akkor megalakult tulajdonképpen, vagy létrejött a... Nem alakult meg semmi se, akkor összehoztam egy csapatot, akik nem tónaiak voltak, és akkor elindultunk egy... De hogy fogadták hogy a, a szülőz, Vagy hogy fogadták, így a diákok, hogy akkor ezzel az érzékkel elment és kiválogatta azokat a gyerekeket, akikben az, látta a tehetséget. Az Ez későbbi, hogy lehetett? Az egy későbbi fázis volt, akkor próbáltam egy -tét. Itt akkor kezdetben még csak a... Ez egy, -egy spontanitás uh -huh. volt, és akkor elindultunk. És kezdte tudatosan? Hát a spontanitásnak van még egy pontja, ami talán érdekesnek tűnik más szemnek meg fülnek egy, egy baráti összejövetelen voltunk, a, akkor úgy hívták, hogy tanácsháza. Az akkori költségvetés üzemnek a vezetője, meg az akkori labdarúgó vezetők közül egy-kettő ott volt. És csak hallgattam, hogy beszéltek egy ilyen magas sportról, a labdarúgás, meg ez, meg az. És akkor valami úton szóba került más sporttá, köztük az asztalit, asztali, asztali tenész, És akkor mondom, hogy itt problémáztok uh -huh. ezen. Az ember neki áll minden, minden további nélkül egy rövid időn belül lehet egy magasabb szintet elérni, nem egy megye bajnokságot, meg egy járás. És akkor lett belőle egy kis szóváltás, csak az egyik másik, ma is megemlíthetném a nevét, de nem akarom. Akkor talán még egy poharat is odavágod, de nem biztos, hm. hogy én már megint nagyon okosakat mondok, én már én ezt meg tudom csinálni. És akkor én mondom, meg tudom csinálni. De ezt nem gondoltam édig komolyan, tényleg. Volt aztán az életemnek több ilyen pontja, amikor csak nem is értettem a történetet, csak mondtam, megveszem, ez egy házvételről volt. Aztán elutaztam Indiába, világbajnokságra, aztán visszajöttem Európa bajnoki mérkőzésre, és akkor mondja a feleségem, már itt volt az Erzsike, mit akarsz te megvenni? Én, mit akarnék, kusvétebét, de ez áprilisig. Mondom, én nem térek el a témától, vissza fogok térni, csak ez is egy ilyen történet. Hogy nem tudom, hogy miről beszél. Hát de itt volt a XY Erzséke, hogy te azt mondtad, hogy megveszed a házát. Voltunk egy baráti összejövetel, Pámer Fici, mindegy, hogy kiné voltunk tovább. És ott a lányok beszélgettek, mi fiúk, és pont arra mentem valamiért, és akkor hallottam, hogy nem tudja eladni, ez meg az, nem mondom, meg van véve. De én, víz... én akkor viccből mondtam, és én nem is tudtam. És akkor februárban volt, és akkor elutaztam, utaztam közben ment a program is. És... <laughs> és akkor hazajöttem, jöttem, és akkor mondja, hogy mindig elfelejtettem. Itt hol volt, a közben mentünk máshol, akkor már a, magyar, a tónai csapattal. És akkor egyszer megint eszébe jut, húsvétkor a szüleinél. él az nem voltunk, azóta már nem ének szegény. Felugrottam az is Miről beszél? Mondja, hogy mit, hogy meg akarom venni. Felül, fölálltam rögtön az húsvéti e minden más napon mi oda szoktunk menni. És a szomszédban egy könyv, és na jó, hát ha ezt mondtam, akkor megnézem, hogy mit akarok megvenni. Kikértem a szomszédot, azt is az ebétől felszedtem, bejöttünk a kocsiba, és megnéztem, ma is abból a házban lakom. Tehát egy, akkor ezek a spontán dolgok így. Ezek eljönnek. szoktak, amire nagyon készültem, azok nem mindig uh -huh. úgy sikerültek, vagy elképzeltek. Na, Beszéljünk arról az időszakról, amikor már úgy jöttek szépen a sikerek, és hát én azt hiszem, hogy Bátorfi Csilla neve ebből a beszélgetésből nem hagyható ki. Tehát eljött már az a szakasz, amikor volt egy ö, kemény műhely, hogy így mondjam, és kereste a tehetségeket. Hát Bátorfi Csilla azt hiszem, hogy a mai magyar sportéletet nézve is az egyik legnagyobb név, hogy sikerült őt megtalálni, hogy mit jelent egyáltalán ez a ö, siker önnek, amit, amit, csilla sikere jelent tulajdonképpen az edző sikerének is? Hát az azt jelenti, hogy újabb feladatokat jelent. Újabb munkát jelent, nyilvánvaló ezt más is tudja, más is így képzel, és így csinálja, hogy csak azt a munkát várhatod vissza, amit elvégzel. Tehát mindig magasabb feladatok jönnek, és mindig magasabb célokat tűzöl magad elé, illetve a amit meg akarsz valósítani, az megkeresed az embereket. Hány éves korában kezdett el vele dolgozni? Csillában uh -huh. öt éves volt, öt, is. öt. Na Az igazság az szerint. Igaz, hogy a nem, ez az egy külön történet a csillájé, ide. mert igazából ő akkor került a mi látószögünkbe, amikor amikor a szülei tónára kerültek. Írtak nekem több levelet. Hogy... De az igaz, hogy e, Talán nem árulok el a nézőknek titkot, de megbeszél, vagy ezt a riportot megelőzően mutattam egy cikket, ami a Vas népében megjelent, amikor különböző elképzelések meg vélemények voltak a tónával kapcsolatosan, és hát így megkerestek, szívesen eljönnének ide. Én nekem akkor éppen kellett a csapat mellé egy orvos, egy kicsivel tovább akartam lépni, terhelés, határterhelés, maximál terhelés, ez már ilyen szakmai rész, amihez azért egy orvosi segítség is kellett, nem doping, hanem más irányú dolgok, amiben én nem voltam képzett, majd mind a mai napig nem vagyok, az körülbelül tudom. És a gyereket felmérni, hogy a terhelhetősége, akik nem voltak nálam, azoknak a felmérései, különböző tesztek, azt mindig orvos felügyelet mellett akartam és tettem is, és ehhez kellett partner. És a Pista jelentkezett, és akkor volt egy pályázat, véletlenül ő nyerte meg ezt a pályázatot. Akkor építettünk a garázs mellé még egy garást azért, hogy betegyünk egy pingpongasztalt. De hát akkor nekünk már nagy menőink voltak, akkor a Bolvári Érdika már sorra nyerte, újonc korában, a legkisebb korosztályban volt, és felnőtt versenyeken is már letett a névjegyét. Hát aztán volt még a Dudási Bolya, akivel magyar bajnokságot nyert, korosztályosról van szó természetesen. A csapattal aztán tovább meneteltünk, akkor már csak fiatal a Dudási Bolya, Bizomári, Mária, Kisanikó, akik mind Európa bajnoki érmeket hoztak. És a fővárosiak Ak hogy nézték ezeket a tolnai sikereket? Ha még egy mondattal befejezném az előbbit, ja, ezekből a gyerekekből aztán elég, hogy nem mondjam, hírneve kerekedett ennek a helyiség a, fa, a tolnának is, és akkor így, hogy makót hagymájáról tolnát, stb. szálló igévé vált ez is. Tehát az volt a lényeg, hogy fiatalok fertőzést kaphassanak, lehessen fanatizálni őket. Tehát nem a idős játékosok, akik mind hozzák magukkal már a korábbi edzőikkel a az igójáit, a vigyék tovább az enyémet. Vagy De tudjak hogy én. Erre? Ezek, a, ezek, a ezek, 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 más történések. Annak idején nagyon sokan, hát szerint, mint ahogy mai napig is ez létezik, az, hogy ebből élnek, hát mi nem ebből éltünk, én szerint személyem se, ha merem így mondani, nem abból éltem. Ennek legfeljebb azt, a kis túlzás azt mondom, hogy ennek élek, vagy éltem. Ez egy kezdetben, mint ahogy a beszélgetés elején kiderült, hogy egy hobbinak, vagy egy véletlennek, vagy egy spontanitással összejött dolognak. Hát én nem igazán voltam oda a kártyázásért, az ivászatért, stb. stb. Satör... Igen, mindenkinek megvan az a Része. És hát akkor, amikor elindultunk gyerekekkel, volt, aki szakmai szemben nézte, az azt mondta, hogy dicséretes kezdeményezés, de hát ez még messze van attól. Mások, akik féltek már tőlünk, akiket már elvertünk, azok meg, hát ilyenkor jön a kontraszelekciós réteg, ugye, akkor azok egészen másokat mondtak. Tehát nem volt osztatlan, egyet mindenki elismert, hogy kemény munkával, a gyerekekkel és a, azok reggel keltek, ez nem volt jellemző a maga korába, maga idejébe, vagy egy tizenéves éves gyerek, 11 éves, 12 éves, 14 éves, akkoriban még azért az akcelerációs folyamat is más volt, ami időközben jelentősen felgyorsult. Ezek a gyerekek önmagukba akkor már azt mondhatom, hogy ennek úttörői voltak. Más táplálkozás, más terhelés, más célok, ezeket nem lehetett megtalálni, mind a mai napig azt mondom, hogy a versenysport is nagyon rosszul politizál minden kormány, aki ezeket nem figyeli meg, hogy olcsóbb, mint ez a prevenció, mint hogyha a kábítószer, rendőrség, meg a diszkó. Ezek a gyerekek, akik sportolnak, versenysportolók, ez egy nem szlogen csak, hogy, hogy köszönj, vagy nevelési eszköz. Ez igenis, ezek tudják a alagútnak a végét, tudják a céljait, tudják, hogy mit akarnak elérni. Ezek tudatos munkának készülnek, és ez a rész egy irányú tevékenységet ne végezzen senki, ezt merem ajánlani mindenkinek. És, hogy ugye a műsoridő halad. De hát nem de... tudom, miről beszélni. De hogy is nem, rengeteg mindenről, attól félek, hogy nagyon sok minden. Ugye Csillánál megemlítettük, hogy, és hát amit pont az előbb mondott, feladatot jelentett a lány, jöttek a feladatok, a kihívások, és hát azt tudjuk, hogy ez a pályafutás hova vezetett. Közben ön is utalt rá, hogy a világot szinte bejárta a versenyekkel, nagy nagyon-nagyon sok érménye volt. Mégis mi az, ami, amit, amit leginkább kiemelne? Mi volt az a pont, akár csilla kapcsán, vagy akár egy-egy verseny kapcsán, amikor úgy, úgy érezte, hogy, hogy igen, igen ezért, ezért dolgoztam? Hát ezt gondolom, hogy más is átélt ilyen dolgokat, akik ilyen területre adták a fejüket. Talán a gyerekekkel kezdeni, mert a gyerekek jöttek, hogy mindenütt megismerik őket, mindenütt köszönjük, mindenütt megállítják, érdeklődnek eredményeik, munkájuk irán. Hát, talán egy más fázison velem is ugyanezek történtek, a hazai berkeken belül, a hazai orszá... Magyarországon belül különböző városokban. De az igazi az volt, amikor egyet kiragadok, amikor az Ildit Pennyamban, Pyongyangban, így is sejthetném, Kóreában Pak Jungsun az akkori világbajnok szeretette, most az lehetett egy vendég szeretet is. De amerre mentünk Svédországba, Malmöbe, Londonba, többször jártunk a csapattal, Németországba hívtak bennünket, itt készült nálunk Tólnán a Dán válogatott a Tokyo világbajnokságra, De akkor valahogy ilyen Ázsiója teremtődött ennek, hogy ez egy valami, ki tudja, hogy teremtődött a Földből ez a műhely a munka. Én. Rendelkeztünk akkor olyan eszközökkel, technikai eszközökkel, ami akkor nem volt egyszerű dolog, sőt, senkinek nem volt, talán a BM-nek annak biztos volt. Mi rendelkeztünk akkor a riportermagnokkal, rögzíthettük a mozgássorozatot. Csillának ez volt a, talán a másik az, ami nagyon-nagyon jól jöhetett neki, hogy mi, amikor ezt az úgynevezett adogatást, amivel meg is érte az egész felmenő ágon is, meg a csúcson is az életét, a legnagyobb fegyvere az adogatás. Hát ezt egy jugoszláviai világbajnokságon találtuk meg. Egy, ugyan balkezes volt az Elkú, Huának hívják a kínai világbajnok volt akkor újvidéken. Azt fotóztuk le, azt fotóztam le, azt rögzítettük, és azt tanítottuk meg, vele tanultam meg. Hát ez rengeteg felbontott feladatot jelentett. A ütő nélkül csak labdával, tónán ugye a terem belső mérete, 6 méret, 6 méter, odáig kellett több százszor feldobni neki labdát, hogy oda is sem mindig vissza, ahol majd meg fogja ütni. hogy a kritikus pillanat mindig az ütő, a labda és a csukló menné. És hát ez egy fizikai törvényszerűség, akkoriban is, ma is megengedik a szabályok, hogy a nagy erővel ha beleadsz, akkor a finomságot elveszti a csuklód és a labda ütő találkozása. Következésképpen elővettük a gét, hogy elfeldobod a labdát egy bizonyos tízzel, 9 egész akármennyire jön vissza, tehát megkaptuk az erőt, és hozzá ment a technikai. Hát ilyen apróságokon jöttek össze ezek a dolgok. Ma azt mondja, hú, micsoda nagy fené. Tehát egyszerűen csak elő kell venni az, ami. Van olyan nap, amikor nincsen ütő a kezébe? van, nagyon sokszor sajnos az utóbbi időben. Hát hogy nem látok ütőt, meg labdát, olyan nem igazán nem erre gondoltam. Csak most olyan manuális munkákkal vagyok kénytelen foglalkozni. Az előbb utaltam, akkor mindenkori kormányra, maira is utalok. Sajnos nagyon sokszor arról beszélünk, hogy így a fiatalság még úgy, és a prevenció, amit említettem már, itt nagyon-nagyon nagy problémák vannak. Nagyon nagy problémák az, hogy létezni tudjon mind a ö, mi klubunkat, értem alatt, mint pedig a város valamennyi klubját szinte merem mondani, bár senki nem hatalmazott fel erre, de azt mondhatom, hogy a mi sportágunk belül az egész országra értem, sanyarú körülmények között vagyunk, korábban is, most is. És most a város reméljük, hogy azért jobb helyzetbe fog kerülni, de ilyen lehetetlen, el lehetetlenült helyzetbe napni, nap, menni kell, és szégyellem magamat már nagyon, sőt, titokban elmondok egy olyan dolgot, és hogy, hogy valaki mellénk át, csak hát időre nem tudott érkezni, és én minden, fiatal fejjel ott totyorogtam háromnegyed órát, mire megérkezett a feleségem a kocsiba ült, és megyek vissza, és látom, potyog a könnye. És akkor elmondta a bánatát, hogy ezt kellett megérni, hogy én ilyenre képes vagyok, hogy és hogy ez úgy, úgy hogy a megaláza. Van benne olyan is, hogy baráti körömben az ismerőseim, akik így úgy tisztelnek, vagy tudják azt, hogy a gyerekekért csinálja az ember. Hát a gyerekek a legnagyobb kincs. Na most ezekért azért mindenre képes az ember, aki szereti őket. Hát nálunk ugye a tragédiában benne van egy másik, amit nem szeretnék ide a beszélgetésünkbe, tehát ők megérnek mindent. És ezért képes vagyok ilyenre, és, és sajnos itt nagyon sokat kell az utóbbi egyik két-három évben már ezzel foglalkozni is, és, és ez nagyon nagy probléma nekünk. Az, hogy vegyek egy meszt, vagy egy melegítőt, vagy egy labdát, 400 forintért egy labdát, egy ütőről az említett, az, hogy az ütő hát, több ezer forintba kerül, hogy aztán, ha versenyző lesz, akkor már több tízezer forint egy olyan ütő. De kitart, így a beszélgetés végén, mert műsoridónk lejárt, nyugtasson Mint meg. hallottam volna már ezt is. Akkor fejezzük be, és én nagyon örülnék, hogyha ez a beszélgetés talán valakinek tanulságos lett volna, vagy esetleg valamit be tudna ad adaptálni. Kitart. Ő. Hát erre nem kell válaszolni, mert itt vagyok. Amíg lélek, meg mozgok. Ez majdnem olyan, mint a hajós kapitány, tudod. Leszáll a hajóról, a vízről, akkor vége van, meg ha, ha letenném ezt a dolgot, mi lenne? Én nem tudok más lenni. Én nem tudok elmenni. Kártyázni. Egyéb dolgokra nem tudok. Nem marad ez nekem, ez az életem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. A nézőknek a figyelmet köszönöm, tartsanak velünk legközelebb is viszontlátásra.